Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Kezdődik a családdal foglalkozó sorozatunk egy újabb része. A stúdióban most is vannak vendégek. Mondhatnám azt is, hogy már itt velünk lakók, hiszen állandó szakértőink. Sok szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Koszi Janka, énekes előadó művészt, kócsot. Köszöntök mindenkit. És itt van velünk Gábor atya, azaz Tornyai Gábor plébános mentálhigiénés szakember. Én is köszöntök mindenkit szeretettel. A mai témánk mindig nehéz, de a mai valahogy mindig nehezebb. Mert hogy olyan dologról kell beszélnünk, ami érint mindannyiunkat, és nem is gondolunk rá, hogy a gyerekeink is megélik a rossz híreket. Ugye az elmúlt időszakban hol a járványhelyzet miatt, hol a migráció miatt, hol most a háború miatt hallunk nagyon-nagyon sok rossz hírt, amely nem kerüli el a gyerekek fülét sem. Több ismerősömtől hallottam, hogy 8-10 év körüli gyermeke kérdezi folyton, hogy mi ez, és érzi azt, hogy szorong. Ezért is döntöttünk úgy, hogy foglalkozunk ezzel a helyzettel, hiszen ilyen nehézségek bármikor lehetnek, bármikor újra előfordulhatnak, és fordultak is elő a történelemben, és talán, ha beszélünk róla, tudunk magunknak is, és gyerekeinknek is segítséget adni. Úgyhogy talán kezdjük el azzal, hogy elkerülheti a gyerek a híreket? De a ma világának az a nehézsége, hogy egyre kevésbé. Tehát, hogy nem tartom túl öregnek magamat, de azt gondolom, hogy amikor én még fiatal voltam, akkor annyiban volt idézőjelesen biztonságosabb ilyen szempontból az életem, hogy nem vett körül egy digitális világ, ahonnan akár gyerekként is egy csomó információt, vagy éppen félinformációt, vagy dezinformációt szerezhettem magamnak, hanem hát körülbelül megvolt a idézőes, mondjuk úgy, hogy Királyi TV, meg egy-két csatorna, ahonnan lehetett információkat szerezni, meg egyébként úgy a szóbeszéd kapcsán. És ma talán ennyiben nehezebb a gyerekek világa, hogy az a korosztály, akiről már beszéltél, az már javában benne van a digitális világban, mobiltelefon, internet, és innentől kezdve az információ dömping rájuk árad, és az, hogy most ebből mi igaz és mi nem igaz, mi a valóság és mi nem a valóság, azt ő még nem tudja leszűrni, hanem próbál magának valamit összerakni. Én is találkoztam ilyen szülői kéréssel, hogy mit kezdjek a gyerekkel, mert hiszen ők az iskolába beszélgetnek róla, és a gyerekem sírva jött haza, hogy akkor mi lesz majd vele, meg hogy lesz. De azt gondolom, hogy itt az alapvető kérdés vetődik megint fel, hogy a gyerek a maga kis világát próbálja biztonságosan megérhetővé tenni, és ugye valahol a szülőtől reméli ezt a biztonságot, mert ahonnan ő információkat szerez, azzal nem tud mit kezdeni. Picit ez olyan, mint egyik adásból beszélgettünk talán így a tévénézésről, meg ezekről a filmekről, hogy készen kap egy csomó információt, és hogy régebben, amikor a mesék világa létezett, akkor ő pont annyira tudta elképzelni azt a világot, ahol ő biztonságban van. Olyan volt a sárkány, a boszorkány, meg a mindenféle rémséges dolog, amit ő el tudott képzelni magának, most megkapja készen, és gyakorlatilag azt kell valahogy helyére tenni. És ez a minket most körülvevő mindenféle nyugtalanító hírek szerintem nagyjából ugyanilyen nehézséget jelenthetnek a gyerekek számára. Hát Zsuzsi vagy Janka lehet, hogy ebben... Hát a gyerekeknek is, meg nekünk is. És én azt gondolom, hogy lehet külön választani azt, hogy a gyerekek hogyan élik meg ezt a mai világot, de velünk együtt élik meg ezt a világot. Én nagyon jól emlékszem azokra az időkre, amikor már felnőtt voltam, és voltak kicsi gyerekeim, hogy akkor mennyire fontos volt az, hogy hogyan érezzük magunkat otthon, és hogy mit tudunk megteremteni. Lehet, hogy ezért, lehet, hogy nem ezért, én nagyon korán lezártam azt, hogy negatív dolgok túlságosan mélyen beáramoljanak a család mindennapjaiba, mert semmi hasznát nem láttam. Tehát az, hogy amikor változott és jöttek a Királyi TV után, a kereskedelmi tévék, és egyre inkább megjelentek a rémhírek, a rossz hírek, és előzöntlött bennünket. Ugye mi még azért emlékszünk arra, amikor még az volt a híradóban, hogy felavatták, átadták, átépítették, felújították, létrejött, megalakult, összefogtak. Most megjöttek a kereskedelmi tévék, és onnantól kezdve a rémhírek kezdtek el terjedni, és mindenféle szalagcímekkel és mindenféle őrületekkel. Tehát én akkor megéreztem azt, hogy erre nekem, az én idegrendszeremnek nincs szüksége. Tehát én nem érzem jól magam tőle. Nem tudok tenni se érte, se ellene, se miatta semmit,
akkor miért terhelem én a saját lelkemet és a saját életemet, és hál' Istennek akkor voltak is olyan közösségek, ahol erről elég sokat beszélgettünk. Emlékszem, amikor Budapestre jártam, és akkor azt mondták, hogy hát ha a híradóval fekszel le, akkor a világbaját veszed a nyakadba, ha egy imádsággal fekszed be, akkor egészen más lesz az éjszakád, és más lesz a másnapi ébredésed. Tehát, hogy a lelki egészségünkért elsősorban mi vagyunk a felelősek. Ez az egyik dolog. A másik, hogy az én lelki egészségem, ha én anya vagyok, vagy felnőtt, aki gyerekekkel dolgozom, az óhatatlanul rá fog vetülni a gyerekre. Nem lehet kivédeni, ezt nem lehet elkerülni, mert a gyereknek a szenzorai szépen engem letapogatnak, még akkor is, ha a világból nem kap máshonnan hírt, hogy én hogy vagyok, azt a gyerek szépen letapogatja. A harmadik dolog, hogy én honnan szerzek a mai világban valódi információt, amikor már bármilyen technikai dolgot meg tudnak csinálni. Csinálnak egy filmet, valakinek a szájába adják, hogy ott látom én, hogy ezt mondja, így mondja, úgy mondja. Ott se volt, hanem ez az egész egy technikai manőr, vagy egy technikai truváj. Tehát, hogy én se tudom eldönteni, hogy honnan szerezek információt. Ami biztos, hogy hiteles információ, és rám nagyon negatívan hat, akkor nekem van döntési lehetőségem. Van helyzetértékelő lehetőségem, miben vagyok most, én nekem mi a helyzetem ebben a szituációban, én mit tudok tenni ebben a szituációban, és van döntési lehetőségem, igen, tudok menni segíteni, tudok adakozni, tudok bármit csinálni. Na, de mi van a gyerekkel? A gyerekkel az van, hogy a gyerek ezt az egészet el fogja szenvedni. És az az én kutya kötelességem és a környezetemben élő ki, meg a gyerek környezetében élő ki, hogy a gyereket lehetőség szerint átsegítjük olyan megküzdési technikákkal, amik az ő túlélését fogják biztosítani. Hát ez egy szép hosszú történet innentől kezdve mindenkinek. Nem csak azért veszélyes ez a történet, mert tényleg ott van az internet, ott vannak a tévék, rádiók, újságok, bárhol találkozhat vele. Ebben a helyzetben, ahol most tartunk, a menekültekkel is találkozhat, hiszen a gyerekek összejönnek a játszótéren, tehát azért ez közel van, tehát tényleg én is azt gondolom, hogy itt most nem az a megoldás, hogy mennyire zárjuk el tőle, nyilván ne folyton ezt hallja, de a kérdéseire valamilyen módon szerintem választ kell adnunk. Valahogy ezt kommunikálni kell a gyerekkel. Mindenképpen, tehát a tabusítás az itt sem, mint másik témában sem megoldás. Tehát az, hogy nincsen semmi, vagy elbagatelizáljuk ezeket a dolgokat, az nem lehet út. Tehát mindenképpen, mielőtt viszont leülünk velük beszélni, azelőtt a saját érzéseinket kell, meg a megéléseinket ezzel az egésszel kapcsolatban tisztázni. Mert itt bekapcsolnak olyan dolgok, olyan élmények, történetek, amiket mondjuk mi hallottunk akár gyerekként a nagyszülőktől, szülőktől, és az alatt, vagy ezek alapján is ugye kialakul bennünk valamiféle érzelmi csomag, ami ennek a jelennek a hatására aktiválódik. És hogyha már, amit a Zsuzsi is mondott az előbb, hogy mi tisztázzuk magunkban, hogy akkor hogy is állunk ehhez az egészhez, hogy mitől várjuk ebben a helyzetben a biztonságérzetet, hogy mi az, amitől adott esetben félünk, akkor már a gyerekkel is sokkal könnyebben tudunk kommunikálni, mert lehetőségünk van arra, hogy szelektáljunk, hogy mi az, amit meg akarok osztani vele, mi az, amit nem. Minél kisebb a gyerek, én azt gondolom, hogy annál egyszerűbben, konkrétabban lehet fogalmazni konkrét érzéseket, megfogalmazva nem túl nyúlóan, vagy túlságosan mélyre menően, hanem az ő szintjének megfelelően beszélni arról, hogy mi a helyzet, de fontos, hogy rólunk, vagy tőlünk is halljon ő erről az egészről. És nyilván a híreket minél kisebb a gyerek nem akkor hallgatni, amikor mondjuk ott van a környezetünkben. Hogyha idősebb gyerekről van szó, akkor pedig, ahogy te is mondtad, elkezd érdeklődni, milyen történelmi háttere van ennek az egésznek, vagy a fegyverek hogy működnek, vagy bármilyen részlet, ami őt érdekli, az feljöhet, és szerintem a szülőnek kötelessége beleállni ezekbe a beszélgetésekbe, és információt átadni a gyereknek, mert hogyha ez nem történik meg, akkor a gyereknek a fantáziája határtalan, és ki egészíti a lyukakat úgy, ahogy ő akarja, és ebben mondjuk akár a zombiktól elkezdve bármi benne lehet. Szóval ennek jobb nem teret adni, mert a félelem érzete annál erősebb lesz. De mindannyiunknak a félelem érzetével kell valamit kezdeni a mostani világban. Tehát ez már az a szorongás szint, ugye, hogyha most csak így picit így áttekintjük, az elmúlt 2 évünk ugye a járványról szólt, pandémia van. Ez azért az egész világra rányomta a bélyegét, rád is, rám is, gyerekre is, mindenkire is.
Tehát itt elindult egy olyan hosszantartó stressz az életünkre, amivel meg kellett tanulnunk együtt élni, hiszen az élet élt, és minden nap tenni kellett a dolgunkat nekünk és a gyerekeknek is, és mindenki másnak is. Ez egy nagyon hosszan elhúzódó krízis. Még ebből ki se lábalsz, még föl se ébredsz, még magadhoz se térsz, még egyáltalán nem rendeződik az élet, és még mindig nem tudod a kapcsolataidat sem újra aktivizálni, és egy csomó dolgot nem tudsz úgy élni, ahogy azt te szeretnéd, vagy ahogy természetesnek gondolod. És tessék, ide jön a következő hír, a háború. A háborúnak a szörnyűsége, ahogy azt megéled. Ugye a családokból hozzuk transzgenerációsan azokat az érzéseket, sérelmeket, ami mindenkibe felébred. Tehát tudsz róla, nem tudsz róla, ott van benned, megéled. A történeteket hallottad, azok bárhonnan vissza fognak köszönni. És ezzel párhuzamosan elindul a migráció. Ugye jönnek szegények, és elsősorban anyák, gyerekek, és idősek, és itt születtek, vagy éppen két hetesen hozták, vagy nem tudom. Millió történetet lehet hallani. Felnőttként most ebben a helyzetben, ahogy az előbb mondtam, van lehetőségünk cselekedni. A gyereknek nincs lehetősége cselekedni, csak ha te lehetővé teszed neki. Na most a félelmedet csak cselekvéssel tudod igazán oldani. Tehát egyrészt kogníció, végig gondolod, hol vagyok, mi történt, mit tudok ebben a helyzetben én tenni ahhoz, hogy változtassak a helyzet kimenetelén. A gyerekkel ugyanezt végig kell csinálnunk, ugyanezt el kell neki mondani, technikát kell adni a kezébe, ahogy ő ki tud lábalni abból a nehézségben, amiben most belesodorta őt a világ. Hogyha ő együtt tudja kiválogatni a játékok közül, mi az, amit már odaadhatok. Ha ő együtt tudja azt mondani, hogy én most rajzolok annak a kisfiúnak vagy kislánynak, aki megkapja a plusznyuszimat, a társasjáték, akár mindegyimet. De láttam olyan képet például, ahol az édesanyák a vasútállomáson ott hagyják a babakocsit a Lengyelországba, igen, hogy az ide érkező anyukák, akik már hullafáradnak sem mondhatom őket, szinte már ők lesznek zombik maguk, cipelik maguk után azt a mindent, ami jön velük, és amit nem tudnak elengedni, és nem tudnak ott hagyni, hogy legalább ennyi könnyebbséget adjunk. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban a cselekvés az egyetlen dolog, amivel a túlélésünket fogjuk biztosítani, és hogyha a gyereket most tanítjuk meg arra, hogy legyél együttérző, hogy legyél segítőkész, hogy te is cselekvőképes vagy, és te is tudsz tenni a magad szintjén, akkor megszűnik az a fajta óriási stressz, ami a félelemnek a velejárója, hogy lebénultam, és nem tudok cselekedni. Én ezt annyival egészítem ki, hogy észszerű cselekvés. Persze. Tehát, hogy ahhoz az kell, amit mind a ketten mondtatok, hogy először én találjam meg a saját egyensúlyomat, mert ugye amit itt szintén érintettél, hogy ez egy krízishelyzet. Ez most egy nagy krízishelyzet, ami itt van körülöttünk, egy csomó kis krízis is ott van az életünkben, amikor a megszokott eszközeimet nem tudom használni. Tehát, hogy valahogy éltem, azt úgy berendeztem az magam kis életét, úgy nagyjából megtartottam a kis egyensúlyomat, és történik velem valami, amiben egyszer csak fölbillen minden, és összezavarodik minden, és kapkodok, hogy akkor mit kell csinálni. Itt jön a félelem, a szorongás. Ugye először, amikor ez a megfoghatatlan félelem, és amikor már nevesíteni, vagy tudok valami címkét, vagy nevet adni ennek a szorongásnak, ennek az ismeretlennek, onnantól már nem oldódik föl, csak már lesz egy neve annak a félelemnek, és utána jön a következő lépésem, hogy akkor átgondolom, hogy mit, és akkor most mit tudok kezdeni. Tehát, hogy van egy ilyen éve, és azt gondolom, hogy akkor tudok jól segíteni, ha van az, hogy zsigerből segítek, és akkor rázódítom a másikra a segítségemet. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy van ezzel tényleg segítek-e, vagy csak én csinálok valamit, amiért ez így jó, és akkor gyakorlatilag az én félelmet gyorsan átpörgetem. És utána azt gondolom, utána jön a következő rész, hogy akkor megállok, átgondolom, miben tudok segíteni, megtalálom ebben az új helyzetben az egyensúlyomat. Tehát, hogy ahogy a járvány idején is volt az elején a nagy pánik, hogy amikor bezárkózott mindenki, rettegett mindenki, és akkor tudom, hogy én is úgy mentem fel anyukámhoz, hogy akkor két kesztyű, meg ruhacsere, meg ledobtam, meg, hogy mert nem tudtam, hogy akkor mi lesz, vagy amikor be kellett mennem a kórházba, még a leges legelején, még akkor már 2020 márciusában, és egy néni volt csak benne egy kórteremben, még akkor külön, csak egy külön kórterem volt, és akkor úgy mentem be recek, vagy két kesztyű, meg hajháló, meg maszk, meg nem tudom, és akkor remegve értem oda hozzá, hogy akkor imádkozzak.
Tehát, hogy innen indult a történet, és utána a végén már tényleg mindenki úgy volt, hogy minek hordjuk már, meg most már semmi nincs, de hogy végig kellett mennünk ezen az íven, és ahhoz, hogy valahol most rendeződjünk, ahhoz ezt az utat végig kell járni. De hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, már most, ha a járvány utáni helyzetet nézem csak, akkor sem ugyanaz, mint ami előtte volt, hanem hogy közben átdolgozódott rajtam ez a történet, és különféle válaszok születtek, azt hiszem, erre meg. És hogy most rárakódott ez a háborús üzenete helyzet, ez azt hiszem, hogy tényleg abban nehezíti meg a történetet. Csak most picit így zsuzsit ismétlem, hogy éppen, hogy megtaláltam volna a választ, éppen, hogy fölélegeztem volna, most egy újabb krízisbe kerülök, és egy újabb kapkodás van, útkeresés van. És hogy talán tényleg nekünk segítő szakembereknek talán ez a nagy küldetésünk, bárhol is, bármilyen helyzetben is találkozunk emberekkel, egyrészt, hogy mi a magunk stabilitását megtaláljuk. Ugye ez a divatos szó, vagy most így a reziliencia, igen, ez a rugalmas ellenálló képesség, ezeket nagyon tetszik most. Hogy ezt ebben segíteni azoknak, akik hozzánk fordulnak a kérdéseikkel, hogy ők is megtalálják azt, hogy ebben a helyzetben hogyan tudnak élni. Mert ugye ez tulajdonképpen az életről szól, hogy az élet élni akar, és valahol a utat keresi, hogy hogyan tud rendesen. És van még egy dolog, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy megtegyük, hogy jelen legyünk. Hogy mi bírjuk, hogy elmondhatják. Mert hogy az a legnagyobb bajuk, hogy az embernek nincs embere, és nincs, akinek elmondja, és nincs, akinél letegye. Ismeritek ezt a jelenséget, felülsz egy buszra, nem tudom, szoktatok-e buszon ülni, hát én már jó régen nem, de felülsz egy buszra, melléd ül valaki, az egész életét végig fogod hallgatni, mert reménykedik benne, hogy többet sose lát téged, és nyugodtan elmondhatja, ami benne volt, és ő úgy fog leszállni a buszra, hogy jaj, de jót beszélgettünk, hogy meg könnyebbült. Tehát ugyanazt a szerepet kell betöltenünk nagyon sok esetben most is. Gyereknél, felnőttnél, idősnél, szomszédnál, férnél, feleségnél, munkatársnál, akárhol. Tehát, hogy vegyük már észre, hogy nem csak én rettegek, nem csak én félek, nem csak én vagyok bajban, nem csak én rám súl, jön nagy nehéz súlyol ez az egész, hanem ő rá, és mindannyiunkra. Tehát, aki segítő emberként van jelen a világban, ha lehet, most még egy picit több felelősségünk van szerintem, pontosan ezért, hogy tudjunk egy picit reményt adni, hogy tudjunk egy picit valamit odaadni neki, hogy te a te helyzetedben hogyan tudsz valamit tenni azért, hogy egy kicsit jobban érezd magad. Bagatell példát mondok, látszólag semmi köze nincs a háborúhoz, csak egyáltalán az elmebeteg életünkhöz. Bemész egy ilyen mosodába, amik ma már hál' Istennek vannak a városban, itt-ott, emitt-amott, és bemész, és körülnéz, hogy úristen, micsoda szétszórt papír zsebkendő darabok, kaja maradvány, nem tudom én, ki mit hagyott ott. És egyedül ülsz és vársz, megfoghatod a söprűt, ott van a sarokban, szabad összesöpörni, semmi bajod nem lesz tőle. De az az érzés, amivel úgy mész ki innen, hogy tettem valamit, hogy jobb legyen a világ, az az, ami felold. Ha máshol vagy és más csinálsz az életedben, tegyél valamit, hogy jobb legyen a világ. Tehát ez az alfája meg az omegája. És még egy dologról beszélgettünk nem olyan régen az egyik felnőtt kliensemmel, hogy mintha devalválódott volna az öröm értéke. Nem adjuk meg neki a lehetőséget, és nem is éljük meg az örömet. Mindenki a nagy boldogságra vágyik, valamit nagy célkitűzés, amit végre elérek, az ad másfél óra boldogságot, és utána visszasüllyedek ugyanoda. Tehát a mindennapi örömöket nem tanultuk meg megélni, és a gyerekeknek sem adtuk ezt oda, hogy valamit kivárni, megkapom végre, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ebbe a pusztító világba is örömöket kell keresni, mert ezek lesznek azok az erő tartalékaink, amiből aztán építkezni tudunk. Tehát ez elengedhetetlenül fontos. Ez jutott most eszembe, ha már egyszer, ugye, többször is ez is elhangzott, hogy a nézőknek az az igazi segítség, hanem konkrét ötletet adunk. Igen. Így van. És hogy most ezzel az örömhöz kapcsolódva, hogy van egy nagyon kedves ismerősöm, aki úgy fejezi be a napját, hogy leírja a napi három csodát, ami aznap történt vele. De jó, és szokás. Most már évek, jó pár éve csinál, és most már lehet, hogy van 1000 nem tudom hány száz csodánál tart az életében, hogy ő azzal fejezi be a napját, hogy a napi három csodáját leírja. És szerintem ez is egy jó játék tud lenni, hogy amit Janka is említettél, hogy fekszik le. Igen. Azt te mondtad. Igen. Igen, címet adni a napnak, igen, meg hálát adni. Igen. És hogy egy ilyen játékot is be lehet hozni ezekben
akármilyen krízis helyzetben. És most ezeket hoztuk ide, mert most ez van. Lehet, hogyha egy év múlva fölveszünk egy adást, ki tudja, hogy akkor éppen mi lesz, vagy öt év múlva, ha lesz még a Családőrzők című műsorunk. Én nagy jövő távlatokban gondolkodom, de lehet, hogy öt év múlva valami egészen más krízisről kell majd beszélnünk, vagy reméljük, hogy nem, de simán lehet. De azt gondolom, hogy ez a játék, ez egy nagyon jó játék. Van egy nagyon kis aranyos könyv, nem annyira felnőtt könyv, de szerintem nagyon sok felnőttnek is érdemes, az a cím, hogy az Élet játéka. És abban ez a már jó régi könyv, egy talán 60-as, 70-es, de lehet, hogy még régebben íródott amerikai könyv, és ott van egy kislány, ez a Pollyanna, aki azt nézegeti, hogy ma éppen mi történt vele, vagy milyen csoda történt, vagy milyen örömöt kapott ajándékba, és szerintem ha bármilyen helyzetben is vagyok, akkor ezt az életjátékát játszom, akkor az egy erőforrás tud legalább lenni, hogy igen, nehéz, ez a realitásom, de hogy ebben a nehézségemben hol találom meg azokat a pontokat, amik öröm és erőforrások tudnak nekem lenni. Valójában most már a feszültség levezetéséről beszélünk, amelyre vannak módszerek, és ezt most azért tudtam felhozni, mert egy adással ezelőtt pont Janka ötlete volt, hogy beszéljünk erről, mivel végéhez közöledik ez a beszélgetés, ha van egy kézzelfogható módszered, én megköszönném, mert feszültségünk az mindenféle külső körülmény nélkül is tud lenni, úgyhogy valami ötletet, ha hoznál. Hát nyilván egyébként egyénre szabott, mert van, aki például nagyon szeret futni, és vagy valamilyen mozgásformával csillapítja a benne felgyülemlett feszültséget, valaki pedig olyan típus, hogy inkább imádkozik, vagy befele fordul és meditál. A gyerekeknek egyébként, de felnőtteknek is akár a rajzolás is lehet egy olyan technika, amivel kirajzolja magából, vagy az írás, a naplóírás például, az is egy nagyon, nagyon jó dolog most is, lehet szerintem ebben az aktuális helyzetben is ezt felnőtt fejjel kipróbálni, vagy erre teret adni. Nem kell egyébként megnevesíteni, tehát nem muszáj naplónak hívni, csak egyáltalán a kezembe veszek egy papírt, és elkezdek írni, ahogy átfolyik rajtam a gondolat cenzúra nélkül, hogy éppen mi az. Most így ezek jutnak eszembe, ami... Kézműveskedés. Bármi egyébként, igen, amivel alkotsz, amivel csinálsz valamit, amivel létrehozol valamit, annak van egy óriási energiája. Én emlékszem rá, hogy az én nagymamám hímzett, gobelineket hímzett, és tele volt a ház teendővel, és akkor nem tudtam, mihez kezdeni, és akkor itt ezt a sarkot még gyorsan befejezem, addig végig gondolom, majd mit csináljak. Tehát, hogy amikor nyomás van rajta az emberen, akkor ezek a monoton tevékenységek nagyon-nagyon fontosak tudnak lenni, és nagyon jó tudnak lenni. A sport ugye mindenféleképpen, hát ezt nagyon régóta tudjuk, hogy a stresszoldó hatása óriási, de hogyha én láttam például felnőtt színezőket. Igen. Nagyon-nagyon sokan meditatív szeretik. Állapotban tud, mandalát rajzol, bármit, nem kell óriási tehetségeknek lenni ahhoz, hogy csináljunk valamit, amit a saját örömünkre csinálunk, és akkor megint előjön az, hogy valami, amivel oldjuk a feszültséget, amiből ki tudunk vezetni, és akkor öröm lesz. És egyébként, bocsánat, ha már itt tartunk, akkor az éneklés is egy ilyen, vagy maga a zenélés, hát nem véletlenül van ugye a művészetterápia, tehát akár a táncolás is ide tartozik, és egyébként bizonyítottan, hogyha valaki énekel, akkor nem képes félelemérzetre, vagy érezni félelmet, szóval én javaslom mindenkinek, nem az a lényeg, hogy tiszta vagy hamis, hanem csak az, hogy csinálja, ha már cselekvés. Így van, pontosan. Nekünk hívő keresztényeknek ott van az ima. Igen. Ezt igen. Akartam mondani, hogy is beállok így a sorba, akkor a saját hivatásom szempontjából. Ugye egyrészt olyan imáknak az elmondása, amiben nem kell gondolkodnom, tehát ezeket így kötött imának hívjuk, de azt gondolom, hogy van az a fajta ima, amikor merek találkozni a csenddel, és mondjuk akár kimondani a félelmeim, mert én nagyon sokszor szoktam bíztatni arra, amikor hívő emberekkel beszélgetünk, hogy akkor ő nem tudja, hogy akkor most mit kell csinálnia, meg hogy kell csinálnia. És egy picit van egy ilyen sztereotípia, hogy csak szépet és jót szabad az Isten felé mondani, és mindig azt tudtam mondani, hogy azt mondd ki, ami benned van. Tehát, hogyha te félsz, vagy félelem van benned, vagy éppen szorongasz, mert nem tudod mit mondani, akkor imádkozz azzal. Tehát, hogy ne tartsd magadnál, ne tartsd magadban azt, ami benned van. Ha dühös vagy, indulatos vagy, akkor imádkozz azzal. Nagyon szép példa egyébként erre a Bibliában a Zsoltárok könyve. Rengeteg, nagyon-nagyon sokszínű Zsoltár olvasható benne, ugye 150 Zsoltárunk van.
és abban a fájdalomtól, az örömön keresztül, a dicsőítésen, a kétségbeesésen keresztül mindenféle érzés megszólal. Tehát, hogy ez is egy segítség tud lenni, azt gondolom, hogy és ráadásul, hogy hívő ember számára még egy utolsó gondolatként, hogy neki azért az a meggyőződés, hogy nem csak ebben a világban vagyok. És mondjuk ezek a krízis helyzetek azért is izgalmasak, hogy erre a kérdésre magamnak milyen választ tudok adni, hogy tulajdonképpen mire is épül föl az én hitem, hogy ebben hogyan tudok növekedni, fejlődni. Köszönjük szépen nektek a segítséget, köszönjük Fekete Cseri Zsuzsannának, Koszi Jankának és Tornyai Gábor atyának is, a Fehérvár Televízió nézőinek köszönöm a figyelmet. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra! Viszontlátásra!